Sikeres volt az uniós forrásból megvalósított Ökumama képzés Gödöllőn a Szent István Egyetemen. Szeptembertől ismét mód nyílik az Ökumama képzésre, igaz, részben más formában. Az Ökumama program egy foglalkoztatási program. Egy támopos pályázat keretében volt lehetősége a Szent István Egyetemnek és három konzorciumi partnerének megvalósítani ezt a programot. És az volt a cél, hogy 60 kisgyermekes anyukát kicsit bevonjunk egy képzésbe, ami egy ökogazdálkodási és ökoturisztikai képzés volt, és utána őket elhelyezzük, vagy pedig biztosuk őket arra, segítsük őket abban, hogy vállalkozást tudjanak indítani. Egyébként itt a foglalkoztatottsági szempontok is domináltak. Sajnos Magyarországon nem jellemző, hogy nők vállalkozók legyenek. Igen, hát ez így van. Mi is tapasztaltuk egyébként a programon belül is, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, hiszen számos olyan teher nehezedik így is ezekre a kisgyermekes anyukákra, amit meg kell szervezniük, ugye logisztikát kell mellé rakni, és emellett ezek a mai feltételek, amik a vállalkozásokat próbálnak segíteni, még nem elegendőek, úgy látjuk, és mindenképpen nekik is ez egy nagyon nehéz lépés, hogy ezt a kockázatos dolgot így bevállalják, de szerencsére vannak köztük olyanok, akik hisznek magukban, hisznek abban a tudásban, amit megszereztek, és így aztán el tudtak indulni egy vállalkozási úton. Egyébként milyen képzésben részesültek, milyen tantárgyakat tanulhattak ezek az ökomamák? Nagyon érdekes tantárgyakat tanulhattak. Ugye elsősorban az ökogazdálkodás alapjai képezte a gerincét tulajdonképpen ennek a képzési programnak, ami ugye egy vegyszermentes és fenntartható gazdálkodást jelent. Ezen belül ugye volt zöldségtermesztés, növénytermesztés, gyümölcstermesztés, és természetesen az állatokkal is foglalkoztunk, hogy az állattenyésztés hogy lehet fenntartható módon, ökomódon megvalósítani, akár háztáji, akár kicsit nagyobb formában. És emellett voltak olyan tárgyak, amik így a háztartáshoz kapcsolódtak, illetve próbáltunk egy kicsit kitekinteni, és angol nyelvismeretet és informatikát is tanulhattak a hallgatók, akik nálunk részt vettek ezen a képzésen. Sőt, azt hiszem, emlékeim szerint még díszpázsittal is foglalkoztak, díszkeltel, sőt, halászati, vadászati turizmussal is. Így van, pontosan igen, tehát az ökoturizmus ez a másik része tulajdonképpen ennek a képzésnek, és azon belül magával a vidéki falusi turizmussal, és természetesen a horgászturizmussal, vadászati turizmussal, lovasturizmussal is foglalkoznak a hallgatók. Milyen előképzettség volt szükséges, hogy arra a támopos uniós forrású programra jelentkezhessenek emberek? Az előképzettség csak érettségi volt, de az feltétel volt, hogy valaki gyesen vagy gyeden legyen, illetve volt az elmúlt 12 hónapban, tehát csak itt tudtuk felvenni az édesanyákat a programba. Na most ugye egy másik formájú programkörvonalazódik, majdnem hasonló tematikával, de másféle módon. Igen, így van, nagyon szeretnénk ezt a képzést elindítani szeptembertől fizetős formában már a Szent István Egyetemen, hiszen nagy rá az érdeklődés, és egy ökogazdálkodási és ökoturisztikai képzés indulna így módon felnőtt képzés formájában szeptembertől, 2014. szeptemberétől. Várhatóan 2014. május közepéig lehet majd jelentkezni erre a képzésre, és az összes információ megtalálható lesz majd az egyetem, illetve a kar honlapján. Mégis mennyire ez picit más? Gondolom azért lesznek változások, akár tantárgyak tekintetében is. Igen, mindenképpen. Szeretnénk olyan változásokat eszközölni, amit az alapján, a visszajelzés alapján fogunk megtenni, amit a hallgatóink adtak nekünk a képzés során, hiszen próbáltuk mindig monitorizálni azt, hogy ellenőrizni azt, hogy mik a visszajelzések, hogy ők mennyire elégedettek a tárgyakkal, mennyire van szükség arra a tárgyra. És ennek alapján azt látjuk, hogy bizonyos tárgyakon változtatni kell, bizonyos tárgyak kicsit összéphúzódnak, bizonyos tárgyak egy kicsit bővebbek lesznek, és próbálunk a gyakorlatra még nagyobb hangsúlyt fektetni. Illetve ami még változás lesz, hogy a mostani hétfő péntek helyett valószínűleg péntek délután és szombaton lesznek majd az órák, annak érdekében, hogy az is, aki dolgozik, be tudjon kapcsolódni ebbe a képzésbe. Gondolom, hogy szeptembertől indulhat majd itt a Szent István Egyetemen ez a képzés. Mégis hány főnek kell jelentkezni, hogy elinduljon, illetve mennyibe is kerül ez? Hát az előzetes számítások szerint egy teljes év, ugye egy akadémiai évet felülelne ez a program, 250 ezer forintba fog kerülni, és legalább 20 fő szükséges ahhoz, hogy ez elinduljon. Hangsúlyozni szeretném viszont, hogy ez egy unikum Magyarországon. Ilyen típusú képzés máshol nincsen,
ilyen felállásba sem, tehát hogy felnőtt képzésként rugalmasabb időbeosztással sem nyújt más intézmény lehetőséget arra, hogy ezt tanulni lehessen, és azt látjuk az ökomamákon, akik már végeztek a programban, hogy számukra nagyon hasznos és nagyon fontos volt ez az információ, amit itt megszereztek, nem is beszélve arról a kapcsolati tőkéről, arról a hálózatról, amit ki tudtak építeni, és ezáltal segíteni tudják a saját vállalkozásukat is majd a jövőben.